Incsiklandó illatok hívogatták a helyieket a vigasságok helyszínére. Számos finomságot kóstolhattak a rendezvényre látogatók, hiszen népi ételfőző versenyen mérték össze tudásukat a jelentkező csapatok. Fehérgyarmat a térség kulturális központja, sokan a szabadságukat is úgy időzítik, hogy ellátogathassanak a nagyszabású rendezvényre. A 13. gyarmati vigasságokat idén is a hagyományőrzés jegyében rendezték újdonságokkal. Célunk az, hogy minél több lakosnak, turistának adjunk elfoglaltságot, illetve szórakozást. Nyilvánvalóan ennek megfelelően igazítani kellett a rendezvénynek a stílusán is. Míg a kezdeti időszakban főleg hagyományőrzésre, honfoglaláskori játékokra, illetve kultúrára épült, azért most már elmondhatjuk azt, hogy évtizedek alatt egy ilyen fesztivál jelleget ölt a rendezvény, ami nem biztos, hogy helyes, de a helyi lakosság számára ez az élvezetes. Azt lehet mondani, hogy a térség legszínvonalasabb és leglátogatottabb rendezvénye is, hiszen elmondható az, hogy 8-10 ezer ember a 3 nap alatt mindig megfordult a gyarmati vigasságokon. Az érdeklődők egyebek mellett kisállatkiállítást tekinthettek meg, valamint lovas íjász bemutatón is részt vehettek. Őseink tisztelete, a kellő tisztelete az nagyon fontos, és ezt a hagyományt azért követjük. Polgármester úrnak még az az első rendezvénye, de hát itt vagyunk és segítünk, és az, hogy tényleg központi rendezvény, azért mi sem igazolja jobban, hogy közel 40 polgármester a választókörzetből most is itt volt, és én azt szeretném elérni országgyűlési képviselőként is, hogy tiszteljük egymás rendezvényét, és becsüljük meg a más polgármesternek a munkáját. A gyarmati vigasságokon minden évben a gyerekekre is gondolnak, a fiatalok számos helyszínen próbálhatták ki ügyességüket, és amíg a felnőttek szórakoztak, a legkisebbek a Pöttöm kertben játszhattak.